Változások lépnek életbe a védelmi intézkedések következő üteméről szóló kormányrendeletnek megfelelően a házasságkötések lebonyolításában Szerencsen. A Rákóczi vár házasságkötő termében megrendezett esküvőn a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező, így a terem befogadó képessége a közreműködőkkel együtt 50 fő. A lovaktermen kívül kell várakozni mindaddig, amíg az előtte lévő szertartást követően a használt eszközök fertőtlenítésre kerülnek. Fontos szabály az, hogy az esküvő előtt a menyasszonynak, a vőlegénynek és tanúiknak büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy a szertartást megelőző 14 napon belül nem tartózkodtak külföldön, valamint, hogy 14 napon belül nem érintkeztek olyan személlyel, akiknél a fertőzés gyanúja felmerült, vagy hatósági karantén alá helyezték. 2020. június 1-től a házasságkötés külső helyszínen, például vendéglátóhelyen, szálláshelyen is megtartható, azonban a résztvevők száma nem haladhatja meg a 200 főt, és a másfél méteres védőtávolság betartása is kötelező.